országban lakhatsz és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban és megadja a szíved kérését. Hajd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben és várj az Úrra. Amen. A mindenható Isten tegye áldottá az ő igének útját mindjárt életében jelteni. Ezért megállsz. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, azért a lehetőségért, amit a mai nap jelente számunk. A lehetőségért a veled való találkozást. A lehetőségért arra, hogy te útmutatást akarsz adni a mi életünkre nézve. A lehetőséget arra, imádságban tárhatjuk majd fel szívünk kéréseit előtted, elébe hozhatjuk fájdalmainkat, gyötrelmeinket, elébe hozhatjuk kérdéseinket, válaszútjainkat. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ez a mai alkalom lehetőség volt az elköteleződésre családok számára, mert szeretnék gyermekeiket a te utadon vezetni, és köszönjük, hogy nekünk is lehetőséget adott végig gondolni, hogy miért is járunk ezen az úton, hogy jó helyen van-e az életünk, hogy vajon mi újra és újra gondolunk-e rád a mi utunkon, és megtapasztaljuk-e, hogy te egyenes a közösségünk. Istenünk, amikor mindezt végig gondoljuk, rá kell döbbennünk, hogy hasonlóan az előbb hallottak, hogy magunk is sokszor csak a bajban, csak a gond idején fordulunk hozzád, hogy a mi életünkön is úrrá lett a rettegés, a félelem és az aggodalom, hogy nincs elég bizodalmunk benned, és nem merjük egész életünket rád bízni, mert félünk attól, hogyha nem a mi kezünkben van, akkor valami rossz irányba megy, és közben, ha mi veszünk a kezünkben, magunkat vezetjük rossz irányba. Meg vagyunk előtted, Istenünk, hogy milyen életünk vezetésére alkalmatlan személyek lettünk, mert megfeledkeztünk róla. Ezért kérjük most, hogy a Szent Lelked áldásával változtass rajtunk, erősítsd a lelkünket, adj bátorítást, vezess a te utadon, szent figyelmet. Az ige hirdetés meghallgatására még állva maradva énekeljük a 336. dicséretünket, készül az igénk és meghallgatására. Ez a korábbi énekeskönyv 235-ös szám énekének a negyedik verse, amit énekünk, adj szent lelket a tanítóknak egyetemben a hang. Egy-egy kéréséről gondolkozunk,
és keressük ugyanúgy az üzenetet, ami számunkra. Mert olyan gazdag egy-egy ilyen kérés, ezért nem is egy Isten tiszteletre korlátozódik egy-egy kérés magyarázat, hanem több alkalommal is ugyanazt a verset, ugyanazt a kérést vizsgáljuk, ahogyan ma is most már harmadjára gondolkozunk. Azt mondjuk, hogy a mi atyánknak az a kérése, hogy legyen meg a te tűnődik Isten akarata, legyen meg a te akaratod. Ez mit jelent? Mit kell gondolnunk el? És az elmúlt héten arról beszéltünk, hogy az Istennek többféle akaratáról beszél a Biblia. Beszél az ő teremtő akaratáról, aminek hatására létrejön ez a teremtett világ. Beszél az ő megváltó akaratáról, amelynek az a célja, hogy az ember, aki elfordult Istentől, visszataláljon a bűnéből, kimentsek az Úr. Beszéltünk a lélekkel feltöltő akaratára, és azt szeretném, hogy mindjárt betöltekeznék azt a lélekkel, aki megértett velünk mindent az ő igéjével kapcsolatban, és a megszentelő akaratáról is beszéltünk, ami azt jelenti, Istennek az az akarat, hogy a mi életünk megszentelt, Istennek tetsző, szent élet legyen. Hogy elinduljuk a megszentelődés útján, hogy az élet szentség kézzel fogható valóság legyen az életünk. Azt gondolom, szeretett testvéreim, hogy azok, akik úgy gondolkozunk, hogy van Isten, és úgy gondolkozunk, hogy ő megengedte nekünk, hogy megszülethessünk és még életben vagyunk, akkor sokan szeretnénk tudni, hogy mit akar Istentől. Sokan kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi az ő célja. Hogy miért vagyunk itt, miért éppen itt vagyunk, hogy mi az Isten terve az én számomra, hogyan tudom meg, hogy mit akar Isten tőlem, hogyan fedezhetem fel Isten akaratát, hogy ne vesztegessem az életemet felesleges dolgok. Személyes életünkre nézve is szeretnénk megtalálni, hogy mi az Isten akarata. Nem csak ezek a viszonylag általánosnak tűnő gondolatok szintjén, konkrétan akkor, Uram, én most mit csinálok? Nekem mit kell tenni ma délután? Mondd meg, te nyilván valóvá számít. Hiszen nagyon sok komoly kérdésünk van. És az életben, ahogy megyünk ebben, lehetnek ilyen komoly kérdéseink. Hogy például váltsunk a munkahelyet, vagy ne? Hogy például melyik iskolába illassuk a gyermekünket? Hogy például az egyik az egy egyháziskola, a másik meg szakmailag kitűnő, akkor melyik a fontosabb? Hogy elvállaljunk-e egy szolgálatot egy gyülekezetben, egy közösségben, hogy elkezdjünk egy közösségben rendszeresen járni, hogy mikor vállaljunk gyermeket, hogy hogyan neveljük őket. Nagyon sok kérdés, ha szeretnék, hogy alkulnak, terjesd ki a lapjaidat, és mondd meg, hogy mit szeretnék. És sok ezer döntésünk van, megpróbáltam utána néző, tudjuk-e, hogy egy ember egy nap hány döntést hoz. Nagyon sokféle számot olvastam, volt azt, hogy 80 ezer döntést hozunk, ami azt jelenti, hogy másodpercenként 2-3-at. Na de azért gondoljuk csak végig, hogy mennyi döntés van egy napon az életünkben. Hiszen el kell döntenünk, hogy mikor kell, hogy felcsörök, azonban legyen egyszer, kétszer, háromszor, mint döntése. Hogy mit reggelizünk a kitett kenyérből, vagy legvárban, melyik szalámival kezdünk, ez is döntés. Hogy mivel megyünk a munkahelyre, éppen mihez van kedvünk, ezek is döntések. Tehát halmozottan nagyon sok döntésünk van, de a sok ezer döntés közül melyik az, amin meg kell tudni, mi az Isten akarata? Melyik az, amit meg kell kérdezni, akkor Uram, akkor most mit tegyek? Melyik fontos? Melyik nem? Ki dönti el, hogy melyik fontos? Én döntöm el, hogy melyik fontos, és csak azt kérdezem meg az Istentől, amit én fontosnak gondolom? Vagy Isten dönti el, melyik a fontos, és azért mindegyiket meg kell kérdeznem? Jó lenne az irányítás egy kicsit konkrétabb és egyértelműbb. Talán olyan, mint a GPS, amelyik meg ugye, most fordulok balra. És megteheted azt, hogy nem fordulsz balra, mert már nem volt időt továbbnézni, és azt mondja, hogy jó, akkor most a következő úton fordulj balra meg még egyszer, mert akkor visszajössz oda, ahol eltévedtél. Milyen jó lenne? Az Isten útmutatása, az Isten akaratának kimutatása ilyen egyértelmű lenne, hogy nekünk csak venni kéne a fordulókat, és eljutnánk addig a célig, ami ezt talán szeretnénk. Mert mennyire megmutató lehet az, hogy van élet a földi halál után, hogy oda, talán oda lenne jó eljutni, utáig lenne jó eljutni. Megkapni az egyértelmű üzeneteket,
ezt tett, most ezt csinál, most így döntsél, most ezt. Persze, van, akik szeretnek a különleges dolgokat, és szívesen vennék, ha az Úristen különleges módon üzenetek. Proféciák hallanának. Álomban látnák meg Istent, és mondanám meg az Isten, ahogyan a Bibliában nem egyszer, hogy merre kell menni. Jelen és Isten jelenésben lenne részük, és büszkén mondhatnák, hogy láttam az Urat, ahogyan néhány proféta mondt. És ráadásul még ott van a szeretett testvére, a Biblia igék azt mondják el nekünk, hogy csak az út az Isten országára, aki Isten akaratát cselekszik. Tényleg az a cél, ha tényleg el akarunk jutni az örök életre, akkor muszáj megtudnunk, hogy mi az örök alatt, mert különben nem tudunk. És a probléma az, hogy az Isten nem egyértelmű. Vagy legalábbis nem úgy egyértelmű, hogy ami szeretnénk, hogy egyértelmű. Hogy megkapjuk papíron az útvonalat, és ettől kezdve nincs mink gondolkozni. Csak menni kell az korunk utána a térkép szerint. Mi szeretnénk a legegyszerűbb úton járni, a legegyszerűbb, egyenes, sima ösvényen, és közben azt látjuk, hogy az út nem is olyan egyszerű, tele van kanyarokkal, szakadékokkal, amik fölött vagy alatt kell átmenni, tele van mindenféle nehézségekkel, és nagyon sokszor azt veszük észre, hogy az a keskeny út, amit szeretnénk menni, arra nagyon könnyen le lehet lépni. Mi hát akkor Isten tanítása ezzel kapcsolatban? A legfontosabb, szeretett testvéreink, hogy a sorrend nem mindegy, hogyan gondolkozunk el. Mi szeretünk úgy gondolkozni, hogy Uram Istenem, mutasd meg magadat, mutasd meg nekem az utat, hogy mi kéne mennem, aztán majd eldöntöm, hogy tetszik el magam. Aztán majd eldöntöm, hogy el akarok-e arra menni. Nagyon sok emberrel vagyunk így, hogy előbb leteszteljük. Kipróbáljuk, hogy milyen az az ember, és utána döntjük el, hogy vetünk-e vele bizodalmat, vagy nem. Ha tetszik, amit kínálsz, Uram, akkor megyek, ha nem, akkor hátat fordítok neked. Mert ez számunkra kényelmes. De az Isten azt szeretné, hogy ez a sorrend, ez másodban. Azt szeretné, hogyha először bíznánk benne. Ha először elhinnénk, hogy ő a tenyerén hordoz. Hogyha először elhinnénk, hogy ő nem tudja engedni, hogy leesünk. Ha először egyik az ő akaratából nem történhet velünk olyan, amit ő nem szeret. Utána kérnék őt, hogy Uram, mutasd meg az utadat, és utána meglátnák az ő utatását. A keresztény életünk is az utatással kezdődik. A keresztény élet azzal indul, hogy rádöbbenek, mit tett Isten értem, és rádöbbenek arra, hogy én mit teszek Isten nélkül, és inkább az Isten választott. Csak ebben az esetben várhatom el, hogy ő megjelenjen számomra, csak ebben az esetben várhatom meg, hogy megjelenítse az ő akaratát. Elegészen addig, amíg őt nem teszem komolyan. Amíg nem számom oda magam, hogy hallgatni fogok rá. Ameddig nem döntöm el a szívem, hogy már pedig én Isten útján járok, legyen az bármilyen nehéz út. Addig nem várhatom, hogy megjelenítse az akaratát. Addig nincsen létjogosultságom arra, hogy azt mondja, Uram, merre menjek. Mert Isten akarata nem helyettem való döntésekben jelenik meg. Isten nem úgy működik, hogy egyfajta robotot hoz létre az ő benne hívőkben, akik ettől kezdve csak arra mennek, amely az Isten akar. Az Isten azt akarja, hogy ami értékrendünk változzon meg, az változzon, ami mozgatja a mi döntéseinket, ami határozatainkat, hogy szinte gondolkozás nélkül tudjuk azt tenni, ami Istennek tetsző, mert ez az alapja az életünknek, ez az értékrendje az életünk. Azt olvasom, hogy az értékrend az, ami minden döntésünket meghatároz. És az értékrendünknek az alapján hozunk minden döntést. Az Isten nélküli értékrend azt jelenti, hogy én döntöm el, hogy mi az, ami erkölcsös. Hogy tőlem függ, hogy mit tekintek annak. És nem számít, hogy mit gondol a másik ember. Az Isten nélküli értékrend azt jelenti, hogy csak magamnak tartozok felelősséggel. Én magamnak fogok elszállni. Tőlem függ, hogy az a dolog akkor most jó volt, vagy nem. És a harmadik dolog, hogy az Isten nélküli értékrendben az erkölcsület forrása én magam.
Isten szeretett testvéreim, az önzésnek az alapja. Mert ettől kezdve csak magamra figyelek. És nem figyelek a társamra, és nem érdekel a gyerekem, és nem érdekel a szüleim, és nem érdekel a közösség. Semmi nem érdekel, csak az, hogy én megmondom magamnak, hogy mi a dolog. Az isteni értékrendben az erkölcsi megítélés az Isten feladata. Isten mondja meg valamiről, hogy az erkölcsös vagy nem. Az Istennek számolunk el az életünk végén. Ez benne van a Szentírásban, ott meg kell jelenni a bíró előtt, és ő megnézi, és mérlegre teszi, hogy jó vagy nem jó. És Isten örökérvényű kijelentése a forrás, a mérték, ahhoz, hogy mi az, ami erkölcsös, mi az, ami nem. És ennek az értékrendi változásnak kell megtörténni ahhoz, hogy én elkezdjem érezni, hogy mi az Isten akarat. Hogy az önzés helyett annak a szeretetnek kell megjelenni, amivel Isten meglátogatott engem a megváltásom helyen. Az értékrend középpontja Isten az Úr az életemben. És ha ő az, akkor azok a parancsolatok ellen nem fog tenni, amit ő előírt nekem. Ha Isten az Úr, akkor nem fogok lopni. Ha Isten az Úr az életemben, akkor nem fogok lopni sem nagyot, sem kicsit, sem a másik idejét. Ha Isten az Úr, akkor nem leszek hűtlen a társamhoz, és nem fogok házasságot törni. Ha Isten az Úr az életemben, akkor nekiadom a neki szentelendő időt, megszentelem a rugalom napját. Ha Isten az Úr az életemben, akkor nem lesz kérdés, hogy egyedül csak őt imádom, és nem imádok még bárvára. Ha ő az értékrendem alapja. Szóval testvéreim, hogyha szeretnéd tudni, hogy mi az Isten akarata, akkor az értékrendednek ő akarata szerint, az Isten értékrend szerint kell megváltozni. És természetesen még utána is nehéz felismerni Isten akaratát, és kialakítani az értékrend szerinti cselekményt. De ahogyan beszéltünk arról, szeretett testvéreim, mi az Isten akarata, ez teremtő, megváltó, lélekkel feltöltő és megszentelő akarat, azt láthatjuk, hogy mindezt az ő igény keresztül lehet, az ő igényéből lehet megtudni. Az, hogy mi az Isten akarata, azt a Szentírás elénk áll. Tehát nem spórolhatjuk meg a Szentírás tanulmányozását, a olvasását, és ha valamit nem értünk, akkor utána kérdezést, hogy akkor most itt mit akar Isten? Isten akaratát egyértelműen megmutatta nekünk Jézus Krisztuson keresztül. A Szentírásban elolvasható, hogy mit és hogyan tett, mit és hogyan tanított, és nem spórolhatjuk meg magunknak, hogy ismerjük Jézus Krisztust, és ismerjük, hogy ő mit tett, mert rajta keresztül tudjuk meg, hogy mi az Isten akarata. És Isten azt is akarja, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyünk, azaz kövessük a Mestert. Így mondja Lukács evangélista, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen. Aztán, mint már előbb mondtam, az Isten ígéje, útmutatás lehet a számunkra, a Biblia tanulmányozása, de nem úgy, mint a pontos térkép, ahol méretarányosan, milliméter pontosan megtudom, hogy mikor kell balra vagy jobbra kanyarodni. Az Isten ígéje, az irányt és az értékrendet határozza meg. Egyszer egy bibliai professzor mesélte nekünk, hogy nem úgy kellene olvasni a Bibliát, hogyha egy fiatalember szeretne feleséget magának, hogy fölütti a Bibliát, hogy majd a Biblia meg fogja mondani, hogy ki lesz a felesége, kinyitja az egyik evangélistánál, Márk Máténál, és azt olvasol, hogy ne félj magadhoz venni Máténát. És akkor azt mondja, hogy jaj, jó, uram, de nem ismerek egy Máténát sem. Nem így működik az Isten ígéje. Nem ez, nem így találom meg azt, hogy akaratát. Az Isten igéjét, annak üzenetét meg kell éreznem, rá kell éreznem, hogy mit akar Isten. Elmondja Isten, hogy miért fontos a házasság, elmondja, hogyan kell elkötelezőnöm a másik ember mellett, és ez alapján megtalálom a társadalmat. A Szentírás olvasása nem lehet rutin. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy elkezdem olvasni a Bibliát a bibliaolvasó kalauz szerint, vagy előről egy regényt, és minden nap olvasom 10 oldalat, aztán a 20. oldal után feladom, mert nem értem, meg nem mond semmit. Nem ezt kér Isten, amikor a Bibliát olvasom. Azt kérje, amikor olvasok, akkor szálld az idődet, hogy az Isten igével találkozom. Sokféle módszer van arra, hogyan lehet elmélyülni
van egy olyan módszer, ami négy elemet kér egy-egy Biblia olvasás. Akkor azt mondja, hogy először is olvasd el azt a szöveget, és próbáld meg elképzelni, megérteni, hogy az a szöveg írója mit szeretett volna elmondani. Utána elmélkedj, elkezd, hogy ez a szöveg hason rád, és próbálj meg benne gondolni, gondolatok segítségével, hogy a te életedre nézve, mi az, amit üzen az az egy-egy rövid bibliai rész. Imádkozzál azért, hogy Isten megnyissa előtted az ő akaratát, és utána szemlélődjél, vedd észre, Isten mit akar ezen keresztül üzenni, de ez nem megy 5 perc alatt. Ez Istenre szállni kell az időt. Oda kell fordulni az újra és újra elmélyedni ebben. Nem úgy működik, mint a Google-ban, hogy beírom a keresőszót, és 10 másodperc alatt 25 000 eredmény van. Isten a lelkünkre akar hatni azáltal, hogy foglalkozunk vele, hogy kapcsolatba kerülünk vele, hogy az igény keresztül meg tudjon szólítani. És ebben nagyon nagy segítség az imádság, ami Isten vezetése, megértésében egy fontos dolog, de ehhez szükséges az is, hogy ne a saját gondolataink szerint imádkozzunk. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvérem, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és változtatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, hogy ez Isten akarat. Ezért kell imádkozni az Isten szent lelkéért, hogy adja, hogy érthessük az igét, hogy az a szent lelk, aki inspirálta, aki vezette a Szentírókat, az vezessen minket is a megértésben, hogy felismerhessük az ő akaratát. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan Isten félő emberek körülöttünk, akitől merünk kérdezni, akiken keresztül szól az Isten ország, akik nem feltétlenül döntéseket fognak meghozni helyettünk, mert ez nem jó, hanem az ő életük példájával, az ő tanításukkal fognak minket, nekünk úgy irányítani. És nagyon fontos az is Isten akaratának vizsgálatában, hogy amikor azt érezzük meg, hogy egyfajta megbékélés, egyfajta békesség szállja a szívünket és lelkünket, akkor lehet, hogy jó helyen vagyunk. Mert Ézsaiás ezt mondja, az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. És oda indultunk ki a legelején, hogy szükséges az a bizalom, hogy Isten az én javamat akarja, hogy Isten vezetni akar, az Isten a tenyerén hordoz, és az Isten nem akarja az életet tökre menteni. Nagyon fontos még kiemelni, hogy Isten mindannyiunknak ad olyan ajándékokat, amivel használunk Isten szolgálatára és Isten akaratának keresésében, fontos ezeket megismerni és ezeket cél szerint használni. Az egyetlen dolog, amit nem akar az Isten, ami nem jöhet Isten akaratából, amit nem szabad döntésként az, hogy biztos ezt akarja az Úr, az a bűnök elkövetése, vagy az ellenállás az ő akaratának. Ha egyértelmű, hogy mit akar, akkor azt nem akarja, hogy ellenállj. És ha előre megmondta, hogy mit ne tegyél, akkor azt ő nem akarja, hogy megtett. Isten olyan döntéseket szeretne tőlünk látni, ami egyhangú az ő akaratában, egyet értésben van az ő akaratában, amit kijelentett, amit elérhetsz, ami a kezednél van az ő ígényében. Ha közel jársz az Úrhoz, és valóban szeretnél az ő akaratában élni, akkor az Isten a vágyait a szívedbe fogja ültetni. Isten az ő akaratát belehelyezi a szívedbe. A kulcs az, hogy Isten akaratát tedd, hogy ne a sajátodat tedd. Gyönyörködj az Úrban, figyelj rá, csodálkozz rá, hogy ő hogy van jelen az életedben, és ő megadja a szíved kérését. És legvégül egy utolsó dolog, ami segíthet abban, hogy Isten akaratát felismerjük, hogy Isten az a körülményeken keresztül is tud üzenni meg. Amikor kérünk Istentől valamit egy helyzetben, hogy adjon útmutatást, hogy A vagy B, és úgy érezzük, hogy nem kaptunk indítást, nem mondott semmit, akkor lehet, hogy azért nem üzent, mert abban az adott pillanatban mindegy, hogy A vagy B. És akkor bátran saját döntésüket meghozhatjuk, és mondhatjuk, hogy én úgy érzem, hogy A, vagy én úgy érzem, hogy B. De kérhetjük azt az Istentől, előre lépve a hitben, hogy Isten zárja be előttünk azt az ajtót, amit nem szabad tovább. A legtöbb esetben Isten vezetése, a gondviselés ilyen nyitott és zárt ajtókon keresztül történik.
Az átoltuk nem azért, hogy betűnt, és mindenképpen arra menjünk. A nyitott ajtót pedig nem azért adja, hogy azért sem arra menjünk. Azért adja a nyitott ajtót, hogy azon menjél keresztül, mert azon akar vezetni téged. Isten akarata nem olyan formában jelenik meg, ahogy mi sokszor egyértelműen kifejezzük, ami akaratunkat a gyermekeinknek, parancsolunk nekik, a mi embertársaink, akkor azt mondjuk, hogy én ezt nem szeretném, én meg ezt szeretném, ezt nem akarom, én meg ezt akarom. Szoktuk, hogy ez azért fontos, mert néma gyereknek ez van, és a gyermek megveszol rá. Isten akarata az értékrendünkbe jelenik meg. Isten az, hogy akarja, tehát az értékrendünkbe akarja ültetni. Azt akarja, hogy az élet formánkká válik. Azt akarja, hogy szinte természetes hatása legyen az életünkre, és a mi döntéseink magától érthetődően jöjjenek. Hogy szinte ne is kell gondolkozni az, hogy mit akar az Isten, mert tudom, hogy mit akar, mert ez fakad a bensőből, mert Isten lelke lakozik bennem, és ő irányítja az én életemet. A változás eredménye pedig az lehet, hogy lelki békességünk, örömünk és hálaadásunk lesz. Az az ember, aki Isten akaratát így meg tudja valósítani, az bátran mondhatja minden alkalommal az imádságban is. Legyen meg a te akaratod.